Széttört alkatrészek és eldőlt motor az út szélén, mögötte próbálták újraéleszteni a mentősök az 52 éves motorost, egy autóval ütközött Tiszaszőlősnél. A kocsi sofőrjének nem esett baja, de a motoros az ütközés után elvesztette az eszméletét. Egy közelben lakó fiatal kezdte meg az újraélesztését, miután felriadt a csattanás hangjára. Igazából a nagy pukkanást hallottam, csattanást. Mert akkor kelek föl, aztán gyorsan felöltöztem, kijöttem, aztán láttam, hogy gázon, és vettem, segítettem. A férfi azt is hozzátette, hogy a motoros mozdulatlanul feküdt a földön, semmire nem reagált. A helyszínre kiérkező mentősök is sokáig küzdöttek a motoros életéért, akit végül sikerült visszahozniuk az életbe. Akkor már az emberünk az ott feküdt az út mellett, mozdulatlanul, eszméletlen volt. Meg közben már hívták a mentőket, ők is irányítottak minket, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk. Amit mondott a hölgy a telefonba, azt követtük, és akkor így addig csináltam, amíg nem jött a mentő. Utána megérkezett a mentő, és ők szerintem még egy ilyen jó 20 percet biztos munkálkodtak ezen, hogy stabil legyen az állapota, vagy nem tudom pontosan, mert akkor már nem voltam ott. Életveszélyes állapotban szállították a debreceni klinikára.